Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Matuska Barbara vagyok, a PPH egyik vezetője. Matuska Zsolt vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Az én foglalkozásom a PPH előtt fogászati asszisztens voltam, mára viszont csak a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek férjemmel, és másfél éves kislányunkkal, Abigaillel. Én azért kezdtem el a NIAT Akadémiánál tanulni, mert az életem összes területén problémám volt. Hol kisebb, hol nagyobb, leginkább nagyobb. Nem én. Nem az én nézetem. Mielőtt rám talált volna a NIAT Akadémia, a vezetői mentoseknak és Ibolyán keresztül, nemes egyszerűséggel romokban volt az életem. A párkapcsolatom viharosan ért véget, 11 napos házasság után. Egyedül üldögéltem a hitelen vásárolt lakásomban, és napi 12 órát dolgoztam az egészségügyben. Semmi szabadságom nem volt, és azt hittem, hogy igazából tök jó az életem. Mert azt láttam, hogy mindenki hasonlóan cselekszik, hasonlóan csinálja. A képzések által egyre jobban tudok bánni az életem összes területével, és egy etikus és szabad életet élhetek. Az életem sosem volt ennyire boldog és egyszerű, mint most. Az én foglalkozásom a PPH előtt, én földmérő voltam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Békés Csabán élek feleségemmel és kislányunkkal. Mielőtt tanulottam Nyílt Akadémiánál, nem sokkal korábban kezdtem el nyitottá válni a szellemiségre, és amikor meghallottam, hogy létezik egy olyan tanító a Földön, aki azért született el a Földre, hogy a vezetésével létrehozzon egy szeretet alapú társadalmat a bolygónkon, egyből szimpatikus lett a képzés, és éreztem, hogy nekem itt van a helyem. A Nyílt Akadémia Emberi és Életjobbító coach képzései által egyre jobb, minőségibb és egyszerűbb életet tudok élni. Az életterületeimet jobban tudom kezelni, ezáltal egy folyamatos fejlődésen megyek keresztül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezetői pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a bemutató előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát, jelenlévők biztos. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. Coach képzéseink vannak. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. És 12 éve foglalkozunk ilyen dologgal. Én személyesen 87-ben kezdtem el foglalkozni az emberekkel,
és 91-től kezdtem el saját csapatot szervezni, azóta van saját csapatom, és a vezetésemmel ez alatt az időszak alatt 4 különböző területen lettünk piacvezetők, azon a területen is, amin most vagyunk, piacvezető pozíciót töltünk be, és hát ez egy olyan terület, ami ilyen bolygószinten egyedülálló, tehát mondhatjuk azt, hogy korszakalkotó szerepet töltünk be, azért, mert nem tudom, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi társadalmi formával. Hát hogyha most megkérdeznék tőlem, hogy milyen társadalmi forma van, nem tudnám megmondani. Tényleg nem tudnám megmondani. Tehát ez ilyen demokrácia, diktatúra, liberalizmus keveréke, ha így jobban megnézni az ember, nem? Tehát van, amiben ilyen liberális működés van, van, amiben diktatórikus működés, van, amiben demokratikus működés, tehát nem tudnám megmondani, hogy milyen társadalmi forma van. Pedig ugye általában az szokott lenni, hogy vagy diktatúra, vagy liberalizmus, vagy ugye demokrácia, tehát valami szokott lenni, de most ennek valami mint olyan keveréke lenne, mint ha azt találták volna ki, hogy ezt keverjük már össze egy kicsit, aztán nézzük meg, mi lesz belőle. És hát nem tudom, mikortól látjátok ezt az összekeveredést, mert én például ugye 2020 márciusától látom, hogy ezeket a dolgokat most összekeverik, tehát ez a, most már 3 dolog van összekeverve. Ugye előtt a demokrácia és a liberalizmus volt összekeverve, most már bejött a diktatúra is. Tehát ugye elkezdték ezt több mint 2 éve, és nem tudom, jobb lett? Egy jobb társadalmi forma jött létre? Az emberek boldogabbak, jól érzik magukat? Tehát valahogy, mintha nem lenne túl sikeres ez a 3-as összekeverés, nem? És ugye azt látni, hogy ugye ezt a fajta működést, ezt elég sok helyen elkezdték. Tehát nem csak itt nálunk Magyarországon, hanem szerte Európában és egyéb helyeken is. És hát én nem azt látom, hogy az emberek boldogabbak lennének. Ugye én kaptam ezzel kapcsolatban egy feladatot, ugye ez ilyen látomás volt, hogy ugye a csapatommal egy újfajta társadalmi formát kellene létrehozni, de az ne az, tehát ez egy másfajta társadalmi forma, tehát ugye egy mondjuk a magyar társadalomnak van egy vezetője, mit tudom én, a német társadalomnak is van egy vezetője, ott úgy hívják, hogy kancellár, nálunk úgy hívják, hogy miniszterelnök, érted? De annak a társadalmi formának, amit létre kellene hozni, annak nincs vezetője. Ugyanis akkor kell, hogy vezessék az embereket, hogyha az emberek nem tudják magukat vezetni. És az emberek mikor nem tudják magukat vezetni? Akkor nem tudják magukat vezetni, hogyha kellően tudatlanok ahhoz, hogy ne vezessék magukat. De egy ember kellően tudatos ahhoz, hogy képes legyen magát vezetni, akkor onnantól kezdve nem kell vezetni, az ember tudja, mi a dolga, nem kell vezetni őket, az embereket. Tehát egy ember tudja, mi a dolga, akkor nem kell vezetni. Csak akkor kell az embereket vezetni, nem tudják, mi a dolguk. És ma, ugye, ha megnézed, körülnézel a világba, szanaszét körülnézel a világba, akkor azt látod, mintha az emberek nem tudnák, mi lenne a dolguk. Alapvetően egy dolgot csinálnak, illetve 2, ugye azt gondolják, hogy az a dolguk, hogy túléljenek, meg az a dolguk, hogy minél több pénzt költsenek. Tehát ez a dolguk. És ezért élik az életüket úgy, ahogy élik, hogy ez a 2 dolog, ez megvalósuljon. De hát csak az a baj, hogy az ember nem ezért született. Tehát ugye az a helyzet, hogy sok ember úgy gondolja, hogy
hogy mi emberiség azért vagyunk itt, mert ezt tanultuk az élővilág képzésen annak idején, ugye biológia órákon, hogy tudom én, az egysejtűből lett végül is az a fejlett élet, amit mondjuk embernek nevezhetünk, de ez elég nevetségesnek tűnő teória, mert ha megnézed, az egysejtűek nem válnak többsejtűvé. Nem. 50 év alatt sem, mióta ezt tanultuk, sem váltak többsejtűvé. Az egysejtű az egysejtű, érted? Tehát nem látni azt, hogy valamilyen evolúció az, az változtatna az élőlények úgy, hogy, hogy teljesen más élőlény legyen. Tehát én nem látom, hogy mit tudom én, egy hüllőből emlős lenne, vagy egy emlősből hüllő lenne, vagy egy mit tudom én, egy madár hallá változna, vagy egy hal madárrá változna, nem tudom, ti látjátok-e, de, de ez az egész nekem úgy tűnik, ha jobban megnézi az ember, hogy egy nagy kamu. Nem? Tehát itt nem látni olyat, és ha visszanézi az ember mondjuk a történelmet, akkor sem látsz olyat, hogy mit tudom én, mondjuk egy, egy halból madár lesz, vagy egy madárból hal, vagy egy emlősből hüllő, vagy egy hüllőből emlős, érted? Vagy bármilyen kombinációt itt nem látni, tehát nincs ilyen. Olyan van, hogy mit tudom én, kifejlődik az úszóhártyája, meg átalakul mondjuk a keze, az mondjuk itt ilyen úszó alkalmatossággá alakul, tehát ilyenek vannak, mert ugye vannak olyan emlősök például, ami rákényszerültek, hogy a vízben éljenek, és ezáltal ilyen átalakult a végtagjaik, átalakultak ilyen uszonyszerűvé, de nem olyan uszonya van, mint egy halnak, csak hasonlatos. Tehát a halaknak eleve másfajta uszonyaik vannak, mint mondjuk az emlősöknek, amelyek a vízben úsznak. Tehát van evolúció, tehát ami azt jelenti, hogy alkalmazkodnak az élőlények a környezethez, és ha mit tudom én, a szárazföldön élt, és most vízben kénytelen élni, akkor sok-sok év, tízezred során átalakul szépen fokozatosan maga az az élőlény, de nem lesz, például a bálnák nem lesznek kopoltyúsak, érted? Vagy mit tudom én, a delfinek sem lettek kopoltyúsak. Szóval a kopoltyúsak meg nem lettek tüdősök. Szóval lényeg az, hogy nincs ilyen átalakulás, ha megnézed. Tehát ha az ember egy kicsit tanulmányozza az életnek a fejlődését, akkor rá kell, hogy jöjjön, hogy amikor valami lényegi változás történt valamilyen élőlény fejlődésében, akkor ott beavatkozás történt, méghozzá értelmes lények beavatkozása történt. Tehát például, ha megnézed, itt az emberek is már tudnak olyanokat csinálni, hogy kereszteznek állatokat, és akkor egy másfajta állat lesz belőle, érted? Tehát ez ugye, de ahhoz is kellett egy értelmes lény. Tehát maguktól nem keverednek össze az állatok. Tehát mit tudom én, a bálnák nem szoktak a cápákkal házasodni és szaporodni, érted? Tehát nem szoktak. Tehát nekik nem szokásuk, és ezáltal nem tudnak létrehozni egy ilyen átmeneti fajt, vagy egy harmadik fajt, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valami változást, lényeges változást történjen, egy fejlődés, vagy egy olyan fejlődés, egy átalakulás történjen mondjuk az állatoknál, vagy akár az embernél, ahhoz be kellett avatkozni, hogy az megtörténjen, kiknek? Hát nyilván olyan értelmes lényeknek, amelyik erre képes. Hát ha megnézzük, a Földön rengeteg kísérlet folyik avval kapcsolatban,
hogy az állatokat szó szerint mutálják, tehát hogy ilyen mutánsak, ilyen harmadik típus jöjjön ki egy állatból. És ha most gondoljuk végig, hogyha az emberek csinálnak ilyen kísérleteket, akár beavatkoznak genetikailag egy élőlény működésébe, akkor vajon más értelmes lény nem csinálhatott ilyet? Eleve ott kezdődik, hogy mi az, hogy értelmes lény. Ugye senki nem gondolja, én úgy gondolom itt a 21. században, hogy az emberiség az egyetlen értelmes lény a világegyetemben. Ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy volt egy olyan tudós, aki talán a 60-as években elméletben kiszámolta szó szerint, hogy a világegyetemben mennyi értelmes bolygón élő lény lehet. Tehát mármint úgy értve nem azt, hogy hány fő, hanem azt, hogy hány olyan bolygó lehet a világegyetemben, ahol értelmes lények lehetnek. Jó, és ez egy elfogadott, a tudomány által valamilyen szinten elfogadott. Ez ugyanolyan, mint az Einsteinnek a különböző elméletei, mit tudom, mondjuk a relativitás elmélete, vagy a fénysebességgel kapcsolatos elméletei, stb. És amit a tudomány elfogad, csak attól, hogy nem tették közkincsé, attól még az van, és nem tették bele esetleg a tananyagunkba, amikor tanítottak minket. Ugye miért nem tették bele? Mert valószínűleg olyanok iratták a tananyagainkat, akik még abszolút az evolúció hívei voltak, és nem az, hogy itt létezik egy Isten. Most gondoljuk végig, itt van az emberiség, ez az emberiség ugye körülbelül 4500-5000 éves, nem több, tehát ez az emberiség. Emberiség egyébként sokkal több ideje van a Földön, tehát itt van ez az emberiség egy olyan 4500 olyan 5000 éve, és abból hát mondjuk mennyi? 4000, mondjuk ha 4500 évet mondunk, akkor mondjuk 4400 éven keresztül, vagy 4350 éven keresztül hitt abban, hogy van teremtő és van Isten, és az embert az Isten teremtette, és az összes élő lényt az Isten teremtette. És akkor hirtelen az elmúlt 100 évben, tehát most még egyszer 4500 évből 100-150 évben alakult ki az, hogy az emberek ilyenbe ne higgyenek, és előtte 4350-4400 éven keresztül pedig az emberek azt gondolták, az összes írományban, ami csak létezik, ami csak felfedezhető, mindenben az van, hogy Isten teremtette az embert, teremtette az élőlényeket, stb. Stb. Most az részletkérdés, hogy Isten vagy Istenek teremtették, ebből a szempontból részletkérdés, de gyakorlatilag gondoljuk végig, hogy én mindig hittem abban, és ez be is bizonyosodott, hogy így van, hogy a forráshoz közelebbi időpont az hitelesebb, mint a forrástól távolabb időpont. És minél közelebb megyünk a forráshoz, annál hitelesebb valami, és minél jobban eltávolodunk a forrás időpontjától, annál több a torzulás. Ez egyébként egyszerű kipróbálni. Fogod egymás mellé állítasz 10 embert, súgsz nekik mondjuk 3 mondatot, és megnézed, hogy a 10 ember az utolsó sor végén vajon ugyanazt fogja mondani, mint amit súgtál a sor elején. És pedig csak 10 emberről beszéltem, és akkor gondold végig mondjuk 4000-4500 év alatt, mekkora torzulás lehet ebben a kérdésben. Tehát gondold végig, tehát az egész emberiség mindenütt, a legkisebb törzstől a legnagyobb létszámú nemzetekig mindenütt azt gondolták, csak nem 4500 éven keresztül, ha mondjuk ezt a 4500 évet vesszük, hogy van Isten, és az Isten teremtményei vagyunk, minden élőlény, sőt még az anyag is Isten teremtménye. És akkor jött valami nagy okos, és elhitette az emberekkel szépen fokozatosan,
hogy nem így van ez, hanem gyakorlatilag evolúció jött. Egyébként ez a nagy okos, ez Darwin volt, aki ugye ezt az egész elméletét, tehát nem tudta alátámasztani az evolúciót, mert Darwinnak elmélete van, ugye az evolúció az egy elmélet, tehát senki nem tudta alátámasztani az evolúciót, már csak azért is nem tudták alátámasztani, mert lukak vannak az evolúcióban. Tehát a luk az mit jelent? Hogy nincs átmenet két faj fejlődése között, hanem hirtelen megjelent egy új faj. Tehát az azt jelenti, hogy ott nincs, tehát mit tudom, olyan is van, hogy eltűnt egy faj, majd nem volt semmi, és akkor hirtelen megjelent egy faj. Hát olyan nincs, hogy egy másik teljesen új faj, csak úgy a semmiből létrejöjjön. A semmiből, nem tudom, észrevetted már, hogy mi szokott létrejönni? Semmi. A semmiből egy dolog tud létrejönni, semmi tud létrejönni. Világos, tehát a valamiből tud létrejönni valami, a semmiből semmi nem tud létrejönni. Tehát ezáltal, ugye, hogy az emberek nem gondolják végig azt, hogy miben lehetne jobban hinni, 4500 évből 4350 évnek lehet jobban hinni, vagy vajon ennek az utolsó 150 évnek. Tehát most mondok példát, hogyha egy kicsit utána nézel ezeknek a dolgoknak, akkor például találtak olyan korsókat, egyen korsókat, amihez hozzáöntenek, mit tudom, ilyen savas folyadékot, tehát például akár bort, és utána, tehát abban van anyag, tehát a korsóban van anyag, minden korsóban ugyanezt az anyagot találták, és és kilóg belőle valami, mit tudom én micsoda, és hozzá töltenek savas folyadékot, mondom, akár bort hozzá töltenek, és utána 4, akárhány tized voltot mérnek rajta. Ez tény. És tudjátok, mennyi ilyen korsót találtak Egyiptom környékén? Érted, Egyiptomba? Hát több ezret. Érted? És csak annyit kell, hogy valami savas folyadékot hozzáönteni abba a korsóba, és akkor utána mérhető az áram. Egyenáram természetesen. Tehát gyakorlatilag egy galván elem. Úgy, hogy az az elem ez több ezer éven keresztül nem működött, érted? Tehát ez ilyen 4000 akárhány száz éves ahogy megvizsgálták, készítmények, érted? Tehát Krisztus előtt sokkal, körülbelül annyival lett elkészítve, mint ahogy amennyivel Krisztus után vagyunk. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, gondold végig, akkor lehet, hogy azért hiszed el azt, hogy nincs olyan, hogy Isten, mert azt gondolod, hogy a tudomány az most az legfejlettebb. Hát most akkor azt mondod, hogy a legfejlettebb most a tudomány. Aha. És ha most azt mondanák a tudománynak, hogy jó, építsenek mondjuk egy olyan piramist, mint a gízai nagy piramis. És akkor azt mondanák, hogy a mérnökök, meg a tudósok, hogy köszönöm szépen, nem tudunk ilyet építeni. Érted? Tehát ezt mondanák. Tehát van egy csomó olyan régészeti felfedezés a Földön, érted, amire a mai tudomány azt mondja, hogy köszönöm szépen, de nem tudom megépíteni. Tehát nem tudom, tudod-e, hogy vannak olyan építmények a Földön, ahol úgy össze vannak passzítva a hatalmas kövek, nem téglák, hatalmas kövek, ilyen 50, 60, 90, 70, 80, 90 tonnás kövek, hogy egy papírlapot nem tudsz közé tenni. Ezt most azt mondanák a mérnököknek, hogy csinálják meg, nem tudnák megcsinálni, érted? Tehát gyakorlatilag nincs olyan technológia, amivel ezt meg tudnák csinálni, érted? Most. Ha valakinek hozzászólás vagy kérdése van, akkor semmi gond, majd van erre lehetőség, de most nincs. Jó, tehát lényeg az, hogy,
hogy egy olyan világban élünk, ahol az embereknek hiedelmeik vannak, azt gondolják, hogy úgy vannak dolgok, közben a tények nem azt mutatják. Tehát a világon, mondom, rengeteg olyan építmény van, amit ugye gyakorlatilag azok közül nem is kellett régészeknek feltalálni, mert egy csomó a föld fölött van, mint például a gízai nagy piramis is, meg a piramisok ugye a világban, és nem lennének képesek most ugyanazt megcsinálni. Tehát most. Azzal a technikával, ami most van. Na most akkor gondoljuk végig, ezt most csak azért mondtam, hogyha el vagyunk szállva magunktól, mint emberek, egy kicsit vissza kéne fogni az egónkat ezzel kapcsolatban, ha el vagyunk szállva magunktól, mint emberek, hogy mi milyen fejlettek vagyunk, akkor rá kéne arra ébredni, hogy nálunknál sokkal fejlettebb lények éltek itt a Földön már. Vagy ha nem is éltek, de megfordultak, az biztos. Tehát ha nem is sokáig éltek, de megfordultak, mert különben akkor hogy jöttek volna létre azok, az építményekről van szó. És ugye ez például ez a korsok, ezek ilyen nem kis korsok, ezek a korsok, ami elemként tud működni, hát ez meg nem építmény, hanem kitalált dolog, érted? Tehát kitalálták emberek, hogy hogy kell áramot létrehozni. Én tanulmányoztam már azt a kérdést, mert egy magyar író tanulmányozta előttem, és azáltal tudtam én tanulmányozni, aki hát nem író volt, hanem egy kutató, de írt erről egy könyvet, hogy a hieroglifák, az egyiptomi hieroglifák, azok gyakorlatilag magyarázatok a technológiára. Csak az a baj, hogy nehezen tudják olvasni. Tehát a technológiai leírások vannak azokban a hieroglifákban, és mondom, nehéz olvasni. Nekem van egy olyan könyvem, fényképekkel könyvem róla, ahol pontosan elmagyarázzák, hogy bizonyos hieroglifa az milyen technológiát ír le. És azt a technológiát, képzeljétek el, kipróbálták, és működik. Tehát működik. Na most ezért mondom, hogy ha az ember arra gondol, hogy hát azért kell hinni a jelen tudománynak, mert a ennél fejlettebb tudomány ezen a bolygón még nem volt, akkor az ember óriási tévedésben van, és mondom, az egónkat egy kicsit vissza kellene ezzel kapcsolatban fogni. Hát most gondoljuk végig, hogy minden irat, minden kőbevésés, vagy akármi, ami a múltból származik, vagy monda, vagy bármi, amit az emberek továbbadták és mondták, vagy akár aranylemezek, amik ugye tudjuk, hogy az arany az egyetlen fém, sőt, az egyetlen anyag, ami nem változik akár évmilliók során. Tehát nem tudom, tudtátok-e, az arany az egyetlen anyag, ami az évmilliók során nem változik, tehát az nem öregszik el, az nem porlad szét, az egyetlen anyag, ezért olyan drága az arany, amelyik állandó marad. És ugye régen aranylemezekre is rótták a tudásukat az emberek, és mindenütt arról szól a történet, hogy Isten istenek, tehát attól függ, hogy egyel találkoztak, vagy többel találkoztak, érted? Attól függ, hogy ez egyes szám, vagy többes szám, és azok alakították. Most gondold végig, annyira alakították, hogy az ember arra se volt képes, hogy tüzet gyújtson. Ahhoz le kellett jönni egy Istennek, hogy megmutassa az emberek számára, hogy hogy kell tüzet gyújtani. Az emberek nagyon sokáig azt csinálták, hogyha egy villám belecsapott valamibe, vagy fölgyulladt valamilyen oknál fogva, mondjuk a nagy szárazság miatt, érted? Akkor utána azt a tüzet fenntartották, életben tartották, hogy is szokták ezt mondani? Őrizték, igen, köszönöm, őrizték a tüzet éjjel-nappal, hogy legyen tűzük. És maga
a tűzgyújtás az nem ismert volt az emberiség számára. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egónkat jócskán vissza kéne venni, hogyha az ember még arra sem volt képes, hogy kitalálja a tüzet, hogy hogy kell tüzet gyújtani, érted? És ezért lejöttek és megmutatták az embernek a tűz használatát. És onnantól, mikor az ember már tüzet tudott gyújtani, akkor nem tudom, tudjátok-e, hogy nagy mértékben megnőtt az embereknek az élettartama. Azért, mert már nem nyersen kezdték, mert azt is megmutatták, hogy nem nyersen kellene fogyasztani az élelmet, hanem meg kellene főzni vagy sütni. Érted? Tehát erre sem volt képes az ember, hogy ezt kitalálja. Ezt is meg kellett mutatni az embernek. Tehát talán egy kicsit vissza kellene fogni az egónkat, az, hogy milyen fantasztikus a tudomány, és mennyi mindent ki tud találni. Jó? Tehát jó az a múlt, de hát most gondoljuk végig, amikor például olyan ábrázolások vannak, hogy ott vannak űrhajóval emberek. Érted? Illetve idegen lények, mert nem feltétlenül emberek, idegen lények ott vannak űrhajóval. Na most... mit tudom én, mondjuk 3000 évvel ezelőtt. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy már az űrhajó akkor volt. Most képzeld el, hogyha 3000 évvel ezelőtt volt űrhajó, akkor technológiailag mennyivel fejlettebbek lehetnek, mint mi? Azok, akik űrhajóval közlekedtek. Ugye az ember mit mondott erre? Azt mondta, hogy tüzes szekerek. Mert ugye a szekér már ismert volt, és azt mondták, hogy tüzes szekere jöttek az égből. Szó szerint a legtöbb helyen így van lefordítva, hogy tüzes szekere jöttek az égből. Na most, ha gondoljuk végig, ha lények képesek voltak arra, hogy tüzes szekere jöjjenek az égből, akkor azok most hol tartatnak hozzánk képest? Tehát ha az ember azt gondolja, hogy mi vagyunk itt az Földön az egyetlenek, akkor óriási tévedésben van. Ugye a sok UFO észlelésről nem is beszélve. Tehát arról nem is beszélve. De mondjuk hagyjuk ezt a témát, ezt most miért mondtam ezt az egészet? Ugye azért mondtam, mert ugye onnan indult ki az egész, hogy én kaptam egy látomást avval kapcsolatban, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lenni. Nem láttok semmit? Miért nem? Én pedig bekapcsoltam. És be is állítottam. Na mindegy, mindjárt indul. Nem is szóltatok, hogy nem láttok semmit. Én meg itt nem is néztem. Elfelejtettem a monitorra ránézni. Na mindegy, majd mindjárt látjátok, ha minden igaz. Szóval, ugye, avval kapcsolatban, hogy legyen ezen a bolygón egy újfajta társadalmi forma, ami már volt ezen a bolygón egyébként, csak ez általában helyileg volt. Tehát helyileg. Ami annyit jelent, hogy lokális volt. Tehát nem globális volt, hanem csak lokális. Ami azt jelenti, hogy kisebb területeken ilyen volt a bolygón, hogy aranykor volt. Az aranykor azt jelenti, hogy béke, szeretet, boldogságkora, ahol az emberek békében, szeretetben, boldogságban együtt működnek. Na most gondold végig, ha emberek együtt tudnak működni, na most nézzünk meg egy együttműködést mondjuk egy párkapcsolatban, talán ez a legjobb példa. Kinek van olyan párkapcsolata, ahol egy kassa van? Egy kassa. Tehát nem két kassa van, hanem egy kassa. Az egy kassa az azt jelenti, hogy mind a kettő berakja a pénzt a kasszába, érted? És nincs enyém pénz, tiéd pénz. Jó? Független attól, hogy ki mennyit keres. Tehát még egyszer egy kassa? Oké, köszönöm szépen. Na most, az egy kasszás együttműködésnél hogy működik a csere? Hogy működik a csere? Úgyhogy az egyik is teszi a dolgát, nem? A másik is teszi a dolgát, és az valamilyen szinten cserében áll egymással. Világos ez? Tehát nem szükséges
abban a párkapcsolatban, ahol egy kassa van, nem szükséges az, hogy te a másiknak pénzt adjál, hogy ő mondjuk főzzön rád. Érted? Nem tudom, világos-e. Tehát a legjobb példa az egykasszás családmodell arra, hogy mit jelent az aranykor. Tehát az egykasszás családmodellbe, ha nem kellene kifele pénzt fizetned, akkor nem lenne szükség pénzre. Nem tudom, világos voltam-e. Tehát, hogyha nem kellene kifele fizetned különböző dolgokért, hogy megvegyed, akkor nem lenne szükség a pénzre. Mert úgy működik, hogy cserélnek. Az egyik ezt adja, a másik azt adja, ezt a munkát végzi el, a másik azt a munkát végzi el, és nincs szükség pénzre. Na, hogy világos legyen, az aranykor ezt jelenteni. Hogy az emberek teszik a dolgokat, olyan úgy működne, mint egy nagy család. Világos? Tehát, ha neked 8 gyereked lenne, vagy 18, és egy kassa lenne, akkor a 18 ember veletek együtt 20 ember működésében nem kell pénz. Csak kifelé. Világos ez? Na most ez az azt jelenteni az aranykor, hogy az egész társadalmi forma az úgy működne, mint egy család. Mint egy egykasszás család. Világos ez? De mivel kifelé nincs kereskedés, ezért nincs szükség pénzre. Nem tudom, világos volt-e. Tehát akkor van szükség pénzre csak, hogyha kifelé van kereskedés. Tehát megnézed, ez úgy volt vidéken is, ugye egészen a második világháborúig, hogy az emberek meg nem igazán volt pénzük. Nem városba, vidéken, falvakba. És mit csináltak? Cseréltek. És csak akkor volt szükségük pénzre, hogyha olyan dolgokra volt szükségük, amihez pénz kellett, mert a cserében nem tudták megkapni. Világos ez? Oké? Tehát akkor kell pénz a világban, és addig kell pénz a világban, amíg az emberek nem tudnak együttműködni. Attól a pillanattól fogva, hogy az emberek együtt tudnak működni egymással, nincs szükség pénzre. Világos ez? Tehát most gondold végig, itt lenne mondjuk Magyarország, amelyik mondjuk mindent meg tudna magának termelni, csak egy példát hoztam, bármelyik országra lehet ezt vetíteni. Meg tudja termelni magának, és az emberek együtt tudnak működni. És semmi nem kell kívülről, akkor szükség van pénzre? Nincs. Nincs szükség pénzre. Világos ez? Tehát akkor van szükség pénzre, hogyha olyan emberekkel kereskedsz, veszel vagy eladsz, akik ebbe a körbe nem tartanak, nem tartoznak bele. Világos ez? Tehát ugye vidéken ez úgy volt, hogy megtermelt mindent egy család, csak akkor kellett nekik pénz, ezért nem sok pénz kellett, ha netán olyan dolgot kellett venni, amit nem tudtak cserélni. Tehát nem tudtak érte adni olyat, amire annak szüksége lett volna, ezért pénzt adtak. Világos ez? Jó, tehát ha az emberek megtanulnának együttműködni, de együttműködni nem lehet másként, csak úgy, hogy tisztelik egymást. És a tisztelet alapja az a szeretet. Oké? Tehát egy pár is, egy család is akkor tud együttműködni, ha tisztelik egymást. Oké? És a tisztelet, még egyszer mondom, az a szeretet. Jó? Tehát az alapja a tiszteletnek a szeretet. Tehát abban a pillanatban, amint elkezdik nem tisztelni egymást, már is nem tudnak együttműködni. Világos ez? És mi az, hogy tisztelni egy másikat? Ha meg tudjuk tanulni azt, hogy milyenek vagyunk,
És milyenek a többi emberek, ezt meg lehet tanulni. Akkor a másságot is lehet tisztelni. Hát megnézed a párokat, nem feltétlenül tökéletesen azonosak. Én például a feleségemmel egy csomó mindenben különbözőek vagyunk. Kezdettől fogva, mióta megismertük egymást. De az ember megismeri a másságát, a másiknak a másságát, és el tudja fogadni a másiknak a másságát, akkor meg tud maradni a tisztelet, mert megmarad a szeretet. Világos az? De ha kimegy a szeretet, akkor kimegy a tisztelet is. Világos? De ahhoz, hogy az ember képes legyen másokkal együttműködni, tisztelni kell a másikat. Világos? De ha valaki nem tiszteli a másikat, miért nem tiszteli? Hát nagyon egyszerű, azért, mert nem érti meg a másiknak a működését. És azt hiszi, hogy a másik ellene van. Persze vannak olyan emberek, akik az emberek ellen vannak, hát persze, de az a bolygó egy ötöde csak. Tehát vannak olyan emberek, akik kifejezetten úgy működnek, hogy úgy akarnak boldogulni, hogy másokat elnyomnak. Őket úgy hívják, hogy elnyomók. De ez csak a bolygó egy ötöde. A bolygó négy ötöde az nem ezen az alapon működik. A bolygó négy ötöde azon az alapon működik, hogy élni és élni hagyni. És az egy ötöd működik úgy, hogy élni és másokat nem hagyni élni. Érted? Na most gondold végig, hogyha ez a 80% ez megtanulná azt, hogy hogyan működik ő saját maga, és hogyan működik a többi ember. És ezáltal megérteni a másiknak a működését, és nem csak megérteni, hanem képes lenne elfogadni, mivel érti a másik működését, ezért képes elfogadni, mert azt nem vagy képes elfogadni, amit nem értesz. Tehát ez egy alapvető emberi működés, hogy valamit nem értünk, azt nem tudjuk elfogadni. Akkor tudunk valamit elfogadni, ha értjük, és meg tudjuk érteni. Világos ez? És ha az emberek megértenék a többi ember működését, akkor onnantól kezdve nem lenne konfliktus, nem lenne nézetkülönbség. Miért? Miért? Tehát mit jelent nézetkülönbség? Attól lehetne, csak elfogadna az ember akkor a másik nézetkülönbségét. Mert most az a probléma, soha nem a nézetkülönbség a probléma, hanem a másiknak, másik személy nézetkülönbségének a nem elfogadása a probléma. Világos ez? Tehát mindig az a probléma, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy a másiknak a nézetkülönbségét elfogadjuk. És ez az elfogadás, ez tudás kérdése, és az azt jelenti, hogy ha az embernek van megértése, még egyszer mondom, a másik működésével kapcsolatban, akkor képes a másikat elfogadni. Tehát ugye ez jó bizonyíték azoknál, akik tanulnak, fejlődnek, és tényleg látják, hogy a másik ember más, mint ő, sőt, másként is gondolkodik több dologba, de a tudása miatt képes arra, hogy elfogadja a másiknak a más típusú gondolkodását. Érthető ez? Ugye lehet úgy működni mondjuk az együttműködéseknél, ez most egy tanács, de ez egyben egy tanítás is, de mindegy, most ezt a tanítást ide belerakom, lehet úgy működni, hogy vagy nézetkülönbség esetén el van döntve, hogy ki az utolsó szó, vagy ha nézetkülönbség van, akkor abban nem léptek. Világos ez? De ezt előre kell megegyezni ebben, hogy mi van. Csak ebben az a baj, hogy ha nézetkülönbség van, akkor az a dologban nem lesz előrelépés. Világos ez? Jó,
Ugye a legtöbb esetben nincs nézetkülönbség, de ha nézetkülönbség van, akkor nem lesz előrelépés. Mert akkor az a dolog el van felejtve. Világos ez? Addig, míg nem sikerül azonos nézőpontra helyezkedni. Oké? Jó, szóval a lényeg az, hogy ugye egy kicsit más a helyzet akkor, ha mondjuk többség van, tehát sok ember van, mert akkor egyszerűen azt mondja ugye az egész rendszer, hogy hát a többség akarata érvényesül. Tehát az lesz, amit a többség mond. De ezzel is gond van, ha jobban megnézed. Miért? Mert a kisebbség elégedetlen lesz. És a kisebbség elégedetlenkedni fog. Tehát gondold végig, mennyire fontos, hogy képes legyen az ember egy másik nézőpontot elfogadni, hogy ne elégedetlenkedjen. Mert én látom, mivel nagyon sok emberrel foglalkoztam már életem során, látom azt, hogy az elégedetlenkedés az mit szül az embereknél. Tehát hova viszi az emberi kapcsolatokat az elégedetlenkedés? Vagy hova viszi az egyén életét az elégedetlenkedés? Na mondjuk nincs is mondjuk párja, egyedül él, de akkor is, ha elégedetlenkedik, hova viszi az életét? Soha nem jó irányba. Ezért gondoljátok végig, vajon mennyire fontos, hogy az ember ismerje a saját működését, és ismerje mások működését. De nézzünk, maradjunk egy kicsit a saját működésnél, ami ugye itt van rögtön, önmagunk működése. Nem az az elsődleges kérdés, hogy mennyire ismerjük meg magunkat, hanem az az elsődleges kérdés, hogy mennyire vagy képes a rossz tulajdonságaidon változtatni. Ez a kulcskérdés. Oké? Tehát nem az a kulcskérdés, hogy mennyire ismered magadat, hanem az a kulcskérdés, hogy mennyire vagy képes változtatni a rossz tulajdonságaidon. Ez a kulcskérdés. Mert ugye nagyon sok ember elég jól ismeri magát, mert részt vett már mindenféle önfejlesztő kurzuson, vagy akár ilyen személyiségelemző tréningeken, ahol elég jól megismerte magát. És mégis ott maradtak az életében a rossz tulajdonságok. Tehát hiába ismeri a saját rossz tulajdonságait, semmit nem változtatott rajta. És ezáltal, ha az ember nem változtat a rossz tulajdonságain, szerinted az élete jobb lesz? Mitől lenne jobb? Hát ha jobbat akarunk, ott kezdődik, hogy jobbá kell válnunk. Nem tudom, világos-e. Tehát mondjuk van egy párkapcsolat, mondjuk döcög, ami azt jelenti, hogy ha vannak rendesen súrlódások, az a párkapcsolat magától nem fog megjavulni, csak úgy fog megjavulni, hogyha az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő elkezd bizonyos dolgokban jobbá válni. Nem tudom, világos-e. Ha minden marad a régiben, mitől változna bármi is? És ez úgy működik sajnos, hogyha nincs pozitív változás, és minden marad a régiben, akkor elindul a romlás. Tehát akkor nem jobb lesz, vagy nem is az lesz, hogy ugyanazon a szinten marad, hanem mindig egy kicsit rosszabb lesz. Tehát én láttam az életemben olyan párkapcsolatokat, már nem élnek. Azért jó példák. Olyan párkapcsolatok,
akik ugye összeházasodtak, és akár 40-50 vagy akár még több évet éltek együtt. Érted? És én azt láttam, hogy kezdetben ugye szerették egymást. Később is, de sokkal többet cívódtak, mint ami normális kapcsolat volt, érted? Tehát sokkal több volt a cívódás egymással, annak ellenére, hogy szerették egymást, mint a nem cívódás. Érted? És ezt lehetett látni a nagyszülőknél, én is ott láttam a nagyszüleimnél, be is nézd meg a nagyszülőknél ezeket, és pont ezt látod, ha valaki jó sokáig él, bár már nem divat, hogy jó sokáig éljenek együtt, inkább lecserélik és próbálkozik az illető, hát ha az jobb lesz, úgyse lesz jobb, na mindegy, hát miért? Hát ha gondold végig, ha az ember nem fejlődik semmit, akkor nem tud jobb lenni, érted? Most gondold végig, egy nem fejlődött ember, aki szétbombázza a saját párkapcsolatát, bemegy egy új párkapcsolatba, azért mert megszereti, meg tetszik, meg minden, lehet, hogy egy jobb ember, tehát egy jobb ember, mint ő, az, akit talál magának, de rosszabbá válni könnyebb, mint jobbá. Tehát ami azt jelenti, hogy valószínűleg az a jobb ember lesz rosszabb, és nem ő jobb. Tudás nélkül. Világos ez? Igen. Tehát elrontani dolgokat, az nagyon könnyű. Számos módon, vagy számtalan módon el lehet rontani egy dolgot, nem? De megcsinálni valamit jól, azt azért sokkal nehezebb. Azt nem számos módon lehet csinálni, hanem általában egy-kétféleképpen, de legtöbb esetben egyféleképpen. Tehát most gondoljátok végig, hogy ha az ember nem tesz azért, hogy megtalálja a saját hibáit, és nincs módszere arra, hogy a saját hibáit kijavítsa, akkor hogy fog jobbá válni? Esélye sincs. Na és akkor azt kérdezem, hogy lehet, hogy te már nézelődtél önfejlődéssel kapcsolatos területeken. És kaptál-e minden, az életed minden területére, itt vannak az életed területei, az életed minden területére kaptál-e módszereket? Módszereket a megoldásra. Tehát módszereket a megoldásra. Lehet kapni módszereket megoldásra, de akkor készülj fel, hogy lehet, hogy ha te átlagember vagy, akkor a vagyonod nem lesz elég. Nem vicc, ez komoly. Vagy ha elég lenne a vagyonod, fel kell adnod a vagyonodat és a családi életedet, és oda be kell vonulnod. Nem vicc. Ilyeneket is ismerek, ahol el kell adnod mindent, vagy el kell válnod, érted? És vagy ott kell hagyni a párodat, és el kell a családodtól vonulni. Nem tudom, ezt az áldozatot meghoznád-e. Hát ha nem akarsz ilyen áldozatot hozni, nem találsz más lehetőséget, mint minket. Oké? Hát itt vannak nálunk rendszeres képzések, minden szerdán és vasárnap este felé, ami azt jelenti, hogy 6-tól 4-10-ig szerdán, vasárnap 5:30-tól 8:45-ig. Egy hónapban egyszer van egy 11-től 6-ig tartó képzés. Tehát minden hónapban úgy átlagosan olyan 30 órányi képzést tartunk. Most egy olyan témánk van, aminek az a neve, hogy önbizalom teremtő coach. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben, egyébként egy szakma, ha valaki esetleg nem tudná. Szóval a lényeg az, hogy olyan témánk van, hogy önbizalom teremtő. Az előző önbizalom teremtő coach képzésünk az 4 évvel ezelőtt volt. Ugyanis a képzéseink az körforgásos módon működnek.
Tehát az azt jelenti, hogy elkezdődik, jön a következő, és avval kezdődik majd el, amivel elkezdődött annak idején. Több mint 4 éve volt az önbizalomteremtő coach. Tehát ami azt jelenti, hogy jelenleg, mire körbevisszük a 25 témát, az több mint 4 év. Oké? Miért? Mert az emberek azt gondolják, hogy elmegy egy hétvégi képzésre valahova, mondjuk egy egynaposra, és akkor megváltozik az élete. Vagy van, aki már komolyabban gondolja, és kétnaposra megy el, szombat-vasárnapra, tudod. És akkor azt hiszi, hogy megváltozik az élete. De van, aki még komolyabban gondolja, mert megy egy egyhetes tanfolyamra, érted? Ami nem feltétlenül egy hétig tart, hanem minden hétvégén, tudod. És akkor mint tudom én mondjuk ott van 3-4 hétvégén, ez már egy hetes képzés, és azt gondolja, hogy megváltozik az élete. És gondold végig, azt mondja, hogy valamilyen életjobbító szolgáltatást juttattunk el több százezer embernek itt a sok év során, 91-től több tízezer emberrel dolgoztam együtt, és volt rálátásom az életükre. Soha nem láttam azt, hogy valaki rövid időn belül nagy változást ért volna el az életében. Soha senkinél. Tehát nem lehet pitty-putty megváltoztatni dolgokat. Oké? Nem lehet. Tehát az emberek élik az életüket, megvannak a szokásaik, hát gondold végig, a szokásaidat miért adnád föl? Hány olyan embert ismersz, akinek az a szokása este, hogy tévét néz? Hm? És szerinted föladná a tévénézésének a szokását? Így. Biztos, hogy nem. És akkor csak egy dolgot mondtam. És vannak olyan emberek, akik ugye szombaton vagy vasárnapon töltik, hogy mennek plázázni. Szerinted így föladná a szokását? Lehet, hogy nem vásárol minden alkalommal, de ott vannak a plázában, addig se kell otthon fűteni télen, tudod. Nyáron meg légkondit használni otthon, mert ott van. Tényleg, komolyan. Spórolnak is. Főleg most már ugye jönnek majd a magasabb villanyszámlák, meg fűtésszámlák, hát gondold végig, mekkora biznisz lesz nekik, mekkora spórolás, hogyha a plázákba töltik az estéket, meg a hétvégéket, nem? Hát gondold végig. Hétvégén egészen reggeltől estig ott tudnak lenni, nem? Aludni meg hazamennek, fognak egy nagy dunyát, azt alá bújnak, ezt meg van oldva. Érted? Hát most gondold végig. Hát mekkora takarékosság. Na most gondold végig, az ilyen ember föl fogja adni így a szokását, az új szokását, érted? Ez lehet, hogy egy új szokása lesz az embereknek. Szóval a változást én mindig azt láttam az embereknél, hogy van akinél gyorsabb, van akinél lassabb, de senkinél nem megy így. Tehát én még nem láttam olyan embert, aki ugye a változás az általában 180 fokos fordulat. Ugye az azt jelenti, a 180 fok, hogy ez. Ez a 180. Tehát, hogy megfordul. Oké, ha 360 fokos fordulatról beszélünk, akkor ugyanonnan jön vissza az ember. Úgyhogy csalók, amikor az előadók 360 fokról beszélnek, akkor nincs változás, mert ugyanoda fordul az ember. Tehát a változás az a 180 fok. Szóval a lényeg, hogy mondjuk egy ember 180 fokot változzon. Például, ugye ismertek olyan embereket, akik, ha nem az ő akaratuk érvényesül, akkor fölemelik a hangjukat? Aha. Többet, mint az ellentétét? Na most, hát gondold végig,
mennyi időbe tellene azoknak az embereknek, hogy megtanulják azt, hogyha nem az ő akarata érvényesül, akkor ne emelje fel a hangját. Világos ez? És csak most egy dologról beszéltem. És azt biztos tapasztaltátok azt is, hogy sok esetben, mikor nézeteltérés van valakivel, akár a pároddal, vagy valakivel, akkor nem az a probléma, hogy nézeteltérés van, hanem hogy a másik felemelte a hangját. Érted? Szóval gondold végig, hogy az ilyen szokások, mert ez egy szokás, hogy valaki névek nézeteltérése van feléd, és akkor te vele szemben fölemeled a hangodat. Ez egy szokás. Tehát vajon mennyi időbe telhet? Csak egy ilyen egyszerű szokásról lemondani. Ugye az ember úgy működik, hogy ha van mondjuk 10 rossz szokásod, nem tudsz egyszerre a 10-ről leszokni. Az ember igazából egy dologra tud fókuszálni. 10 dologra nem tudsz fókuszálni. Tehát ha jól akarsz csinálni valamit, akkor hiába vagy te nő, mert ők mindig mondják, hogy ők képesek erre és arra is egyszerre koncentrálni. Az kamu. Jó? Tehát igazán, hát ezért főznek a férfiak ízletesebben, mert mikor főznek, akkor csak a főzéssel foglalkoznak és semmi mással. A nők meg még közben ezt csinálnak, azt csinálnak, amazt csinálnak, és persze, hogy nem úgy sikerül. Mert ha ők is ugyanúgy egy dologra koncentrálnának, akkor ők is ugyanolyan ízletesen főznének természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valamit igazán jól akarunk csinálni, akkor egy dologra kell koncentrálni. Tehát nem képes az ember arra, hogy egyszerre 10 dolgot változtasson meg. Világos ez? Nem, hogy 10 dolgot, 2-t sem tud az ember egyszerre megváltoztatni. És hogy gondold végig, ha mondjuk egy változás, egy szokás megváltoztatása mondjuk 3 hónapot vesz igénybe, már pedig ennyit vesz igénybe, akkor mondjuk 10 szokás megváltoztatása? Hát ez már 30 hónap, nem? Az nem 3 hét. 30 hónap az nem 3 hét. Oké? Okay? És az a fő probléma a szokások megváltoztatásával, hogyha közben az ember elrontja, vagy nem csinálja, tehát megy úgy tovább, ahogy a szokás működik, akkor onnan indul újra a szokás megváltoztatása. Érted? Tehát elég durva. Na most gondold végig, itt vagy te, hallgatsz engem. Milyen társadalomban szeretnél élni? Egy olyanban, mint most vagyunk, és azt látod, hogy nem javul el a helyzet, hanem inkább romlik? Vagy pedig egy olyan fajta társadalomban, ahol az emberek szeretik egymást? És az emberek megértik egymást, ahol nincs szükség főnökre, nincsenek beosztottak, érted? Ahol nincs az, ahol, hogy fogják és emberek kizsákmányolják a másikakat. Ez nem szocializmus vagy kommunizmus, érted? Most ne érts félre, köze nincs hozzá. A fenti társadalmi forma, mondom, a fenti társadalmi forma, tehát az isteni vagy angyali társadalmi forma, az azon az alapon működik, hogy nem tudom, hogy tudod-e, hogy a társadalmakban, a földön kívüli társadalmakban nincs olyan, hogy pénz. Tehát olyan nincs, hogy pénz. A pénzt itt próbálták ki, a föníciaiaktól indult. Ezt szerintem az se egy fogta és egy föníciai ember kitalálta, ki van csukva, hanem lejött egy Isten, és azt mondta, hogy akkor na, bevezetitek ezt a dolgot. Oké? Okay? Tehát kitalálta egy sokkal értelmesebb lény. De a világegyetemben nincs szükség pénzre. Tehát például kereskednek egymással, nincs pénz. Érted? Nincs pénz. Most gondold végig, itt vannak a gazdag emberek. A nagyon gazdagokra gondolj. Ha rendben lenne az etikájuk, ha ők kereskednének, nekik nem lenne szükségük a pénzre.
Világos ez? Tehát simán tudnának úgy adni, hogy majd viszonzod. Érted? Amikor eljön az idő, akkor viszonzod. Vagy nem, rosszul gondolom? Vagy ők éhen halnak, hogyha egy ilyen cserét megcsinálnának? Tehát a pénze azért van szükség, mert tele van a bolygó szegény emberrel. Azt tudod, hogy a bolygó nagy része az a létminimum alatt él. Ugye azt tudod? Tehát nem is tudom, valami 5 milliárd vagy 6 milliárd ember a létminimum alatt él, valami ilyesmi. Nem vicc, ez komoly. És azért kell a pénz, mert a szegény emberek másként nem tudnak cserélni, érted? És másként nem tudnak hozzájutni dolgokhoz. De gazdagok közt, tehát ahol nincs szegénység, ott nincs szükség pénzre. Világos ez? Hanem ott egyszerű csere van, és a csere alapja az etika. És ha két lény etikus, akkor a csere az mindig rendben lesz köztük. Világos ez? A pénz az nem mindennek a megrontója, mert most egy olyan világot élünk, ahol szükség van a pénzre a csere miatt. De a pénz az egy gátlásoldó per pillanat a világban. Az olyan, mint az alkohol. Tehát ha megnézitek, valakinek nincs pénze, és utána valamilyen oknál fogva mondjuk lesz egy jó állása, és akkor lesz pénze, nem azért változik meg, mert a pénz megváltoztatta, hanem azért, mert oldja a gátlásait. Hát ha megnézed, a gazdagok sokkal gátlástalanabbak, mint a szegények. Oké? Okay? Tehát ami annyit jelent, hogy ha az emberek etikusak lennének, akkor ott kezdődik, hogy nem lenne olyan, hogy szegény meg gazdag, érted? De most gondold végig, mondjuk egy, ugye kit nevezünk igazán gazdagnak, aki legalább, akinek legalább 1 milliárd dollárja van. Ilyen valamivel több mint 2000 ember van a bolygón, vagy 2000 család. Érted? Beletartozik egyébként a Mészáros Lőrinc is. Csak úgy mondanám. És ugye ezek a gazdag emberek most szerinted ezek, ha nem zsákmányolták volna ki az embereket, akkor is gazdagok lennének? És itt vannak ezek a gazdagok. Vajon milyen okból lehet az náluk, hogy még többet és még többet akarnak? Érted? És mintha minél gazdagabbak lennének, annál nagyobb kizsákmányolók lennének. Most mondok egy példát, erre a legjobb példa talán a Facebook. Én 2010 óta ismerem a Facebookot, és valamilyen szinten használom, de üzleti okból. És én azt látom, hogy folyamatosan arra törekszik, hogy minél több bevétele legyen. Tehát mikor én megismertem 2010-ben, akkor az a Zuckerberger nem volt már egy csóró. Érted? És azóta ugye sokkal gazdagabb, de folyamatosan aki Facebookozik látja, hogy mindig valami olyan szigorítás van, hogy nekik még több bevételük legyen. Érted? Nos, miért kell neki még több bevétel? Vagy ott van a Microsoft, Bill Gates. Ott nem ugyanezt látod? Vagy mit tudom én, nézheted az Elon Muskot is, vagy bármelyiket, érted, hogy arra hajt, hogy még több és még több pénze lehet. Minek? Elviszi majd a sírba magával? Vagy megeszi? Vagy mit csinál vele? Érted?
minek? És egyszerűen többet és többet és többet és többet és többet akarnak, érted? Minek? Ja, azért, mert a pénz egy behatalom? Tehát akkor a hatalmi kényszere az olyan mértékű, hogy még több pénze legyen, hogy még több hatalma legyen? Mert akkor így az ember már kezdi megérteni. Érted? Hát ugye akkor nem a pénz a számára fontos, hanem az, hogy hatalom, minél nagyobb hatalom legyen a kezében. Világos ez? Igen, de minél nagyobb hatalmat úgy lehet elérni, ha minél tudatlanabbak az emberek. Ez a kettő összefüggésben van. Méghozzá ilyen formában. Minél nagyobb valakinek a hatalma, annál több tudatlan ember felett van hatalma. Világos ez? Tehát akkor megnézzük a hatalom mámorosoknak, akik hatalom mámorban szenvednek, és egyre több és több hatalmat szeretnének, azoknak az a céljuk, hogy minél tudatlanabbak legyenek az emberek. Mert ez így függ össze. Mert különben, ha egyre tudatosabbak lesznek az emberek, akkor nekik egyre kevesebb lesz a hatalmuk. Világos ez? Tehát fordítottan arányos. Tehát ők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy te minél tudatlanabb legyél, hogy neki minél több hatalma legyen feletted. Világos ez? Ha neked tetszik az, hogy másoknak hatalma van feletted, felőlem, én nem a te bőrödben vagyok. Oké? Ha neked ez jó, éld úgy az életedet. Csak egy baj van ezzel, hogyha itt nem lesz aranykor, akkor még egyszer erre a bolygóra nem fogsz inkarnálódni. Jó? Hanem hova fogsz inkarnálódni? Egy kőkorszaki bolygóra. Jó? Ami már készen van. Tehát ezen a bolygón aranykornak kell lenni, az aranykor azt a célt szolgálná, hogy egy átmeneti társadalom legyen, hogy visszatérhessünk a felső létformába, ahonnan jöttünk, mint lélek. Nem mint ember, hanem mint lélek. Tehát nekünk ugyanolyan lelkünk van, mint az isteneknek vagy az angyaloknak, csak kisebb. De ugyanolyan lelkünk van. És a lelked, tudod, mivel nő? Mi növeszti a lelkedet? A tudás. Mit jelent a növelés? Térfogatilag nő a lelked. Születésénél fogva borsónyi volt a lelked. Borsónyi. Minden embernek. És minél több a tudása, annál nagyobb a lelke. És ha megnézed, ez még a magyar nyelv ki is fejezi. A nagy lelkűséggel. Minél nagyobb valakinek a lelke, azért, mert nagyobb a tudása, annál nagy lelkűbb. Világos ez? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szellacsik Miklósnak, mesterünknek ezt a fantasztikus előadást. Ma is meggyőződtem előadás után, hogy életem legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést, és azóta is itt tanulok. Gyakorlatilag ízelítőt kaphattunk egy képzésből. Képzési részből. Ez így igaz. Úgyhogy gondoljatok bele, akik nézitek most az előadást, hogyha egy bemutató előadásban ilyen dolgokról van szó, akkor milyen egy képzés. Nagyon jó volt, szuper. Ha tetszett az előadás, és még nem vagy tanuló, akkor azt javaslom neked, hogy ne halagoss tovább, kezd el a Nyílt Akadémián a tanulást, garantálom, hogy nem fogod megbánni, és életed legjobb döntése lesz. A tandíj összege nagyon minimális, pont azért, hogy mindenki számára elérhető legyen, akinek van rá igénye. Ugyanis a tudás nem szükséglet, hanem igény kérdése. Az első havi tandíj 19.700, második hónaptól pedig mindössze 9.800 forint, árgaranciával a tanfolyam végéig. Ez az összeg töredéke más coachképzést átadó tanítókhoz képest. Erről meggyőződhetsz, ha körbenézel az interneten, hogy más tanítók mennyire adnak át tudást.
Ez is bizonyítja azt, hogy Szedlacsik Miklós nem a pénzért csinálja, hanem az emberek felemelésért. A szünet után önbizalomteremtő második havi coachképzésünk lesz, amely ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Akik már tanulók, azok pedig kattintsanak át a képzéseink menüpontban a jelen havi érőfülre, ott tudjátok tovább nézni a coachképzést, amit 30 perc után, szünet után folytatunk. Köszönjük szépen!